Az oktatás már régóta zsákutcában van, a pedagógus hiány pedig elképesztő méreteket ölt. Egyre több olyan hír lát napvilágot, ami az oktatási rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet. A kis településeken előfordulhat, hogy nagyobb a tanárhiány, mondta Hajnal Gabriella. A Klik szakmai alelnöke azt is hozzátette, szerinte jól működik a túlórák kifizetése. Hogy elbagatelizálható-e az oktatás helyzete, azt nem tudni. Az viszont bizonyos, hogy a hivatalos állami állásportálon, a közigállás.hu-n csak úgy sorjáznak az álláshirdetések. Az minden esetre leszögezhető, hogy súlyos tanárhiány van, ami komoly átszervezést igényel az iskolák részéről, hiszen több tízezer tanórán kell helyettesíteni a pedagógusoknak. A szakszervezetek továbbra is rendszer szintű változást sürgetnek. A Klik szakmai elnök helyettes a Hajnal Gabriella a vendégünk, ez egy csak jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A szerkesztőink mindig egy csomó háttéranyagot raknak nekünk ide az asztalunkra, meg küldik át előző este e-mailen. Legalább 1300 álláshely betöltetlen a Klik által fenntartott iskolákban. Ez megfelel a valóságnak? Ez nagyjából megfelel a valóságnak. Ez nagyon nagy szám, ugye? Nem olyan nagy szám. Nem olyan nagy szám. 90 ezer pedagógus, 95 ezer pedagógus van. A tegnapi statisztikát én is megnéztem. Ahhoz képest ugye ez gyakorlatilag alig több, mint 1%, 1,5%, tehát ez nem olyan nagy szám, mert ez bőven megoldható egyébként a helyettesítésekkel és a túlórák elrendelésével. Hiszen ha ezt vesszük, hogy ez nagyjából egy 30-35 ezer túlóra, akkor fél túlóra sem jut egy pedagógusra. Tehát ebből az aspektusból is meg lehet nézni, de még egyet mondanék. Tehát jó, nem biztos, hogy így arányosítani lehet, van, vagy de kell. Még egyet mondanék. A tavalyhoz képest, tehát a tavalyi évhez képest 2000-rel több pedagógus van jelen pillanatban, csak a Klebersberg központ rendszerében. Tehát én azt nem értem, hogy miért pont most jött elő az, hogy ekkora pedagógus hiány van, holott ez azt mutatja, hogy a gyerek kevesebb, a feladat a Klebersberg központban kevesebb, hiszen néhány intézményt még át is adtunk az egyháznak, ellenben a pedagógusok száma több. Akkor valaki itt nem mond igazat, mert ellenzéki pártok részéről nem folyamatosan azt halljuk. Hát ugye a szakszervezetek is... De ezek statisztikai adatok, tehát ezek az OH október 1-i állapota, illetve van egy Kréta rendszer is, ami a kettő egyébként teljesen összecseng jelen pillanatban, tehát már azt mondom, hogy éppen azt ez egy jól mondta nekem a Dúró Dóra például tegnap, de egyébként 3 héttel ezelőtt is ezt mondta, hogy körülbelül 4000 pedagógus ment el nyugdíjba, és több mint 1000 pedagógus ment el a rendszerből, mert hogy valami miatt elment. Hogy ő ezt honnan tudja, azt mi nem tudjuk, tehát hogy ő ezt az adatot honnan veszi. Mm. Én egy olyan adatot mondtam az előbb, ami teljesen alátámasztható, tehát le lehet hívni az oktatási hivatal statisztikai adatából, 2000-rel több jelen pillanatban a Klebersberg központ tanári állománya, mint tavaly volt. Hát az is pontos számnak tűnik, amire a szakszervezetek hivatkoznak, hogy míg mondjuk a pedagógusok a 90-es évek első felében heti 18 órát tanítottak, ez 20-22-re emelkedett szép lassan, és hogyha még túlórázni kell, az már heti 30-31 óra. Hát azért a heti 30-31 szerintem egy nagyon-nagyon rendkívüli, hiszen pont idén vezettük be azt, hogy a 26 óra, ugye 22-26 a törvény előírás, beszámítjuk a 26-ból mind a 2 óra osztályfőnökit, ami eddig nem volt egyértelmű, tehát osztályfőnöki tevékenység, illetve a munkaközösség vezetőjéért is a 2 órát. Tehát azért az, hogy valaki 30-31 órában tanítson, én nem mondom, hogy egyáltalában nem fordul elő a rendszerben, de azért az nagyon-nagyon elenyésző. Meg hát ugye feltett a kérdést, hogy miért jönnek most elő ezek a történetek, mert hogy egyre több iskola panaszkodik, például ugye van, aki névvel, van, aki név nélkül, de mondjuk a Népszava írta arról, hogy egy baranyai kisváros intézmény vezetője azt mondta, hogy van olyan osztály, ahol a heti 3 helyet már csak 1 vagy 2 angolórát tartanak meg, és a szülők azt mondják, hogy ez így folytatódik, elviszik a gyereküket, mert hát az egy olyan behúzhatatlan hátrány egy idő után, hogyha mondjuk az angolórát a fizika tanár tartja, de hát ez nem angolóra. Biztos, hogy lehet ilyet találni, de még egyszer mondom, biztos, hogy nem rosszabb a helyzet, mint eddig bármikor volt, és azt is meg kellene vizsgálni, hogy miért ilyen. 2006-ban megszűnt az osztatlan tanárképzés, ami akkor eléggé nagy baj volt, és a BSC képzés után sajnos a BSC-t elvégzett fiatalok egy jó része nem ment el mesterképzésre pedagógusnak. Az, hogy most visszaállt az osztatlan... De ez pont azt mutatja, hogy nem vonzó a pedagógus életpálya. Azóta azért más a helyzet, ugye, mert bevezetődött az életpályamodell, és visszaállt az osztatlan tanárképzés, és 11 ezer jelentkeztek idén például a pedagógus pályára. Ez az elmúlt 4-5 év alatt a másfélszerese. Figyeljetek, akkor azt kell, mármint ez most a tegeződés, az nem erre vonatkozik, Gabriella, de akkor azt kell mondjam, hogy
Itt semmi probléma nincs, tehát ragd le a papírjaidat. Nem, várjál, mert még van egy-két kérdés a papíromon. Múltkor bent volt például a Mendrei László. Ő is azt mondta, hogy van olyan iskola, innen nem messze Budapestről, ahol a tanítás megkezdése óta még fizika óra sem volt, mert nincs az iskolában fizika tanár. Erre persze megint mondhatja olyan az Gabriella, hogy jó, ez egy egyedi példa, de úgy tűnik, hogy azért sok-sok egyedi példa van, azzal viszont akkor valahogy foglalkozni kellene. Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy jelen pillanatban az a feladata a Klebersberg központnak és a tankerületeknek, hogy megoldja ezeket a problémákat. És én azt látom, mert nap mint nap kapjuk az adatokat, természetesen mi is foglalkozunk ezzel, hogy a helyzet egyre jobb. Pontosan azért, mert a tankerületek átlátják az összes intézményüket, és ezért fordul például az elő, hogyha szükség van valahol fizikatanára, matematikatanára, angoltanára, akkor át tudják irányítani az egyik intézményből a másikba, ahol esetleg nincs is meg az óraszáma az adott tantárgyból. De akkor miért a jófogáson meg a Vatarán keresnek az iskolák tanárokat? A jófogás és a Vatara a közigállás.hu-ról veszi át. Tehát nem ott hirdetnek, mert a hivatalos, ahol meg kell hirdetni, az a közigállás. Jó, ha már ezt mondja, ugye a Klikk az, amikor sok helyen megjelent azt, hogy bármilyen szakos tanárokat is keresnek, ezt úgy minősítette, hogy ez egyszerűen hazugság. Ez így van. Na, most ehhez képest a közigállás.hu-n én találtam három olyan hirdetést is, de nagyon sok van. Például a Veszprémi Tankerület, Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, angol és bármely szakos tanár. Az nem baj, hogy angol és bármely, mert az azt jelenti, hogy angolt szeretne tanítatni a kollégával. Na, de ott van mellette, hogy még egyébként bármilyen jól jöhet. Nem, a bármely szakos az azt jelenti, hogy angol bármely, az azt jelenti, hogy neki angol órákat kell jelen pillanatban ellátnia, és valószínűleg például a tanulószobába is be tudja küldeni, mert oda bármely szakos be tud küldeni. Tehát azt ezzel mondják, hogy probléma. Olyan nincsen, hogy bárki jöjjön, csak tanár legyen, sőt, már ott is lehet hallani, hogy legalább egy éve legyen a tanárképzésből, még nem is kellett, hogy befejezze. Hát olyat én még nem láttam, olyat, hogy bármely szakos, olyat láttam én is, de annak volt egy folytatása, hogy bármely szakos napközibe, vagy tanulószobára. És akkor az úgy már rendben van, és felülírja. A tanulószobát és a napközit a délutáni órákban bármely szakos elláthatja, nyilvánvalóan, hogyha valamilyen szakja van, azt utána fogják tudni használni benne az iskolában. Miért van az, hogy azt mondják sokan, hogy a kistelepülési iskoláknak a fele is megszűnhet pont ezért, mert nincs elég? Senki nem foglalkozik ezzel jelen pillanatban, tehát ez nincs napirendi ponton, hogy a kistelepülések iskoláit megszüntessük. Olyannyira nincs, hogy jelen pillanatban pont az a legnagyobb feladat, hogy a tankerületeknél, hogy a kisiskolákba is eljussanak a szakos kollégák, hiszen a kisiskoláknak ugye az a sajátsága, hogy oda egy egész szakos fizika szakos, de akár csak egy egész szakos matematika szakos sem lehet fölvenni, mert azzal nincs meg az óraszám. Tehát az csak úgy tud kijönni, hogyha több iskola áll össze, és azt foglalkoztat egy pedagógus. Igen, igen, néha próbálom Emiliát provokálni, vagy az ellenkező oldalt, nem tudom, én nem mint hogyha kötelességem lenne képviselni, de tudja, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan ebből a pedagógus ügyben. Múltkor írt nekem például egy tanár, az egyik közös, hát nem az egyik, a Facebookon. Azt hiszem, nem is vagyok máshol, de valahol rajta vagyok, mindegy. Írt, és azt tehát levezette nekem azt, hogy ma az iskolákban mi a helyzet. Milyen túlóra, milyen presszió nehezedik a tanárokra. Hogyan nem kapják meg a pénzüket. Hogyan nem tudnak órát tanítani, vagy órát adni. Ezek szerint, ami a gyakorlatban van, akkor a Klikk vagy nem tud erről, vagy elhallgatja, vagy hát nem tudom, hogy van a harmadik verzió. De ennyire ellentmondó véleményeket én már régen hallottam. Ennyire szélsőséges eseteket nem hallunk, hál' Istennek. Azt nem mondom, ez hogy hihetetlen. Semmilyen probléma nem jön be hozzánk, de azt mondom, hogy ezeket a problémákat ezerrel megpróbáljuk megoldani. Mi ismerjük egymást. Onnan, hogy a lányom abban az iskolában, gimnáziumban tanult korábban, ahol... És nem nagyon volt probléma az órák ellátásában. Jelen pillanatban abban az iskolában, ahol 940 fő van, mintegy 78 pedagógus, összesen van 30 elrendelt úróra. 30. Jó, de azért tudjuk, hogy ez a hátrányos helyzetű vidéki településeken a legnagyobb probléma. Igen, a igen, de az előbb mikor mondaná hogy... egyébként, hogy baj van? Tehát, hogy mi az a kritikus tömeg, amennyi tanárnak hiányoznia kéne? Ha azt hallanánk nagyjából tömegével, és a tömeg már akár 5% is lehet, vagy 6%, hogy nem tudják megtartani a kollégák az órákat, tehát, hogy nem az tudnak 500, bemenni. Tehát a 95 ezer pedagógusból, mondjuk 10% 9500, mondjuk 4-5 ezer pedagógus hiányozna, az már baj lenne? Azt nehezebben lehetne megoldani, még azt is meg lehet oldani. És hogyha a probléma mondjuk Tiszántúl, Dél-Dunántúl, Nógrádra korlátozódik,
De ott akkor azt kell megoldanunk, probléma, hogy ott minél előbb megoldódjon a probléma. És ezt látjuk, és a Klébezbel képzési ösztöndíj ez például pont ezt szolgálja, hogy amikor a fiatalok jelentkeznek erre az ösztöndíjra, akkor megjelölhetik azt a három megyét, ahol szeretnének elhelyezkedni, és a hátrányos helyzetű térségekben, illetve az olyan megyékben, ahol nagyobb a hat... Nyilván nem nagyon szeretnek menni azért a pályakezdők, nem? Mert hogy... Én ezt nem gondolom. Tehát a mostani Klébezberg képzési ösztöndíjra jelentkezők elég sokan jelölték meg azt a térséget. Egy gyors kérdés, hogy a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása az hol áll? Az óraadói tevékenységet a jelen pillanatban ma is megtehetik, tehát 10 óra terhére elég sokan dolgoznak ma is nyugdíjasok, és az, aki úgy dolgozik, hogy nem tartja meg a nyugdíjat, hanem inkább dolgozik helyette, olyanból nagyon kevés van, az óraadóit viszont választják. De arról volt szó, hogy esetleg megtartatnák a nyugdíjukat is pont azért, hogy jöjjenek nem, vissza minél nagyobb számára. Nem, arról volt szó, hogy az óraadói 10 órát megpróbáljuk fölemelni 14-re, és akkor egyébként minden probléma meg is oldódna. És ez nem sikerült. Ezt nem mondom, hogy nem sikerült, én azt gondolom, hogy ezen többen dolgoznak, ez nem a Klébezberg központ feladat. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy itt volt. Tényleg köszönöm szépen a beszélgetést, mert innentől kezdve szembe lehet állítani az összes ellenzéki politikust ezekkel a felvetésekkel, amit mondanak a pedagógus létszámhiánnyal kapcsolatban. Így lesz, köszönjük szépen!